48 diák izgulta végig a hétvégét a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium termeiben, akik közül többen azt mondták, nem volt nehéz a magyar felmérő, az angol és a német teszttől azonban jobban tartottak. Most nem annyira izgulok, mint tegnap, mivel a magyar volt a gyöngébb tantárgya kettőből. Remélem átjutok, mivel hát akarnák ide járni gimnáziumba. Az irodalom nekem jobban megy, ezért nem tudom, bizonytalan vagyok még, de nagyon remélem, hogy jó lesz. Miből felvételizel, angolból vagy németből? Németből. Nagyon izgulsz? Hát igen. Arra következtetek, hogy ez az iskola a kreativitásról szól, mert nem teljesen a tudás, mert persze enyhén bele volt szőve a tudás is, amit kérdeztek, de inkább kreativitás, hogy meséljünk, fejtsük ki véleményünket, gondolkozzunk. Amiből felvételizel? Angolból. Izgulsz nagyon? Igen, az angol miatt igen. Csökkent az érdeklődés a gimnázium iránt. Novák Attila, az intézmény vezetője azt mondja, valószínűleg eltántorítja a diákokat és a szülőket is a felvételi, amit tenniük kell a kísérettségi után, holott inkább arra kellene gondolni, mekkora pluszt kapnak a diákok azáltal, ha bekerülnek ebbe az iskolába. Nem a tényanyagra, hanem egyrészt, hogy az anyanyelvvel hogyan tudnak bánni, tudnak-e játékosan hozzáállni az anyanyelvükhöz, fogalmazni, átfogalmazni, másképp fogalmazni valamit. Az angol és a német ez már nem így néz ki sajnos, tehát az idén nem tudjuk, de eddig, az eddigi tapasztalat alapján el tudjuk mondani, hogy az eddig sose nem úgy nézett ki, ez már kemény nyelvtani feladatok, feleletválasztós teszt, ami nem is nagyon hagy helyet semmiféle kreativitásra. A Kosztolányi Gimnáziumnak mintegy 250 diákja van jelenleg, amennyiben pedig a többség sikeres felvételi vizsgát tesz, ősszel két osztály nyílhat a nyelvi tehetséggondozó intézményben.